Üdvözlöm Önöket, a fake news híreit látják Gáz Gézával. A vezető hírünk, hogy több külföldi állam, többek között Ausztria, zajkorlátozásokat vezetett be bizonyos tartományaiba. 95 decibelnél hangosabb járművekkel nem lehet behajtani bizonyos útszakaszokra. A helyiek között megoszlik a intézkedés fogadtatása, aki rátelepült a motoros turizmusra, annyira nem örül, attól fél, hogy visszaesik a forgalma. Egyébként a bennszülött helyi lakosok pedig üdvözlik az intézkedést. Németország hasonló szigorításokra készül, ott jelen pillanatban nagy ellenállást váltott ki az a tervezet, hogy vasárnap, illetve ünnepnapokon egyszerűen megtiltják a motorozást. A helyi erők kitartanak, a helyi motorosok tüntetéseket, demonstrációkat szerveztek, meglátjuk, hogy sikerül zöldágra vergődni a hatósággal. Egy hülye azonban százat csinál, Svájc is szigorításokat tervez saját területén. Az olasz Alpokban, a hágokon 60 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A hatóság itthoni zajméréseket végez, az egyik ilyen intézkedésről videófelvételünk van. Meg. Mi? Tudja, miért állítottam meg? Ki szállított le? Túl hangos a motorja. Túl langyos a motorom? Már a szomszéd megyébe hallottuk, hogy jön. Á, kizárt. Na jó, szálljon le, megmérjük. Mi? Le lépünk? Megmérjük! Lépünk le! További vezető híreink. Patrol 2-es járművünk baloldali doboza több mint egy hete ismeretlen helyen tartózkodik. Kérjük, akinek információja van róla, jelentkezzen. Önök a fake news híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, Gáz Géza voltam. Visszavárjuk Önöket legközelebb is.